Sziasztok! Üdvözlök mindenkit Zero Waste otthonomban! Tóth Andi vagyok, és különféle hulladékcsökkentési praktikákat mutatok be nektek videóimban. Egy korábbi kérésnek megfelelően most cipőt fogok tisztítani. Itt van az ősz, úgyhogy egyre koszosabb időjárás van, egyre latyakosabb, egyre több a sár, úgyhogy érdemes nagyobb figyelmet fordítani a cipőinkre. A cél, hogy minél tovább tudjuk használni a cipőinket, ezért a megfelelő ápolás, a rendszeres tisztántartás, karbantartás elengedhetetlen fontosságú. A videóban megmutatom, hogy én hogy szoktam a cipőket tisztán tartani, milyen eszközöket, milyen alapanyagokat használok, milyen gyakran teszem ezt meg. Úgyhogy remélem, hogy találtok ti is hasznos ötleteket, tippeket a mai videóban is. A cipőtisztításhoz szükségünk lesz puha pamut kendőkre, például kis kéztörlőtörölközőkre, nátriumperkarbonátra, mosószódára. Ez mondjuk elhagyható, hogyha mosószert használunk. A mosószappan az egy nagyon fontos dolog, valamilyen ökomosószer, esetlegesen száraz kefe, és amivel takarítani fogunk, az pedig valamilyen erősebb kefe, én a súroló kefét szeretem leginkább, de akár körömkefét vagy fogkefét is bátran használhattok. Forró vízben feloldom, elkeverem a mosószert, én ugye a mosólapkát, és ezt a vizet fogom használni a cipők tisztításához. Első lépésként a cipőfűzőt távolítsuk el a cipőről, és aztán ezzel a pamut törölközővel tömjük ki a belsejét, így sokkal könnyebb lesz alaposan megtisztítani. Mindig oda készítem a mosószappant is, biztos, ami biztos, hiszen ha nagyon el van koszolódva bizonyos része a cipőnek, akkor azonnal használom is, és a mosószappannal is átkefélem. Nátriumperkarbonátot az erős foltoknál szoktam használni, a tisztítás, a kefélés legvégén. Ilyenkor egyszerűen csak bedörzsölöm a nátriumperkarbonáttal a cipő megfelelő részét, és úgy hagyom a mosásig. A videóban egyébként három típusú cipőt tisztítok ki. Egy teljesen egyszerű vászoncipőt, ez egyébként egy len vászoncipő. Aztán tisztítok egy mindenféle különlegességet nélkülöző textilbőr cipőt, tehát ez egy műbőrcipő. És a végén a legproblémásabbak általában azok a sportcipők, amiknek ez a jellegzetes textil anyaga van, ebben nagyon-nagyon szeret beülni a por meg a kosz, úgyhogy ennél a cipő tisztításánál nem csak szimpla körömkefét vagy egy ilyen erősebb kefét javaslok, hanem akár fogkefével is nyugodtan végig lehet sikálni, minél alaposan bele tudja menni a textil szálak közé. Egyébként erre a mély tisztításnál én rendszeresen használom a nátriumperkarbonátot is, mert az egy igazán alapos tisztítást tud még neki adni. Itt már a szappannal és a mosószerrel átkefélt cipők a mosásra várnak, a mosógépes mosásra várnak, ahol szükséges volt nátriumperkarbonáttal is kezeltem a cipőket, és ahol csak lehetett, a cipőfűzőkön kívül a talbetéteket is kivettem még a cipőkből. A mosógépes mosáshoz mosólapkát és nátriumperkarbonátot használok, 30 fokon szoktam mosni a cipőket, sosem magasabb hőfokon. Ezt a módszert még gyerekkoromban tanultam a szüleimtől, azóta is ugyanígy tisztítom a cipőinket. Természetesen akkor kicsit más tisztítószereket használtunk, a mosószappan már akkor is megvolt, és akkor is azt alkalmaztuk a leggyakrabban. De hogyha tudtok más praktikákat a
cipők tisztításához, akkor írjátok meg nekem kommentben, nagyon kíváncsi vagyok rá. A cipőinket egyébként érdemes egy-két hetente átkefélni, akár csak szárazon is, nem muszáj ezt a mély alapos tisztítást ilyen gyakran elvégezni, minél gyakrabban tisztítjuk a cipőinket értelemszerűen, annál tovább fog tartani, és annál könnyebb a mély tisztítást elvégezni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy tudtam segíteni abban, hogy a cipőitek minél hosszabb életet tudjanak élni, minél hosszabb ideig tudjátok használni őket. Terveim szerint a következő alkalommal a komposztálást fogom megmutatni, de ez picit más lesz, mint amit eddig esetleg láttatok. Olyanoknak fog szólni elsősorban, akik nem tudnak, vagy nem szeretnének lakáson belül, vagy a saját kertjükön belül komposztálni. Erre fogok nektek mutatni megoldási ötleteket. Úgyhogy gyertek velem, maradjatok velem, ha a csatornámat bekövetitek, akkor biztos, hogy értesülni fogtok a következő videóról. Reményeim szerint pár héten belül ez el is fog készülni, úgyhogy maradjatok velem, és köszönöm, hogy itt voltatok. Természetesen, ha bármilyen kérdésetek van, vagy megjegyzésetek van a videókkal kapcsolatosan, akkor írjátok meg kommentben. Szép napot nektek! Sziasztok!